Kedves videónéző, megszámoltuk a napokat a feltámadás napja óta, és ma van az 50. nap. Tehát betelt az az időszak, amiről Isten mondta, hogy számoljuk meg a napokat, számoljunk meg 7 hetet, és a következő, az 50. nap legyen ünnep. Igazából nincs más hátra a mai napon, mint elolvasni, hogy mi történt azon a napon, amikor kitöltetett a Szentlélek. És sok mindent fogunk látni, sok mindenről fogunk hallani, ami szóba került az elmúlt 7 hét alatt. Az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetét szeretném felolvasni. Amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elamiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kapadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap 3. órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak. Véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló lányomra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füst oszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraeliti férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názareti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek, erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem és ujjong a nyelvem, és még testem is a reménységben fog nyugodni, mert nem hagyott lelkemet a holtak hazájában. Nem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait,
betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért, előre tekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Ez történt a pünkös napján, amikor az Úr Jézus tanítványai már együtt voltak olyan helyen, ahova eljöhetett egy nagy sokaság is. Valószínűleg már abban is időben élt az a szokás, hogy a zsidó férfiak a pünkösd előtti éjszakán nem mentek aludni, hanem ébren maradtak, és egész éjszakán arról beszéltek, hogy mit is tanultak, mire emlékeznek abból a tanításból, amit kaptak húsvéttól pünkösdig. Valószínűleg az apostolok is sok mindenről beszéltek, amiről mi is a hét alatt. És amikor eljött a reggel, és eljött a Szentlélek, akkor megtörtént sok minden, amiről szó volt az elmúlt hetek alatt. Ott van a tűz, mint a Sínai hegyén megjelent a tűz, amikor Isten a törvényt adta. Más nyelveken kezdenek beszélni, az is egy profécia, itt Lukács nem magyaráz el, hogy miről van szó, de Pál apostol később a korintusiaknak elmondja, hogy volt ilyen profécia is, hogy Isten más nyelveken keresztül fog szólni az ő népéhez, tehát nem a Biblia nyelvén, és nem az ígéret földjének a nyelvén, hanem idegen nyelveken fog hozzájuk szólni, és ez történik most. Minden zsidó, aki ott volt, és megtanulta az ottani nyelvet is, most az anya nyelvén hallja, az evangéliumot hallja, hogy az apostolok Isten dicsérik azon a nyelven, bár ezek vidéki, egyszerű vidéki emberek, akik ezeket a nyelveket nem tanulták meg.
És amikor Péter mondja a beszédét, akkor halljuk azokat az elemeket, amikről tegnap beszéltünk. És a Szentlélek valóban meggyőzi a hallgatóságot, és már aznap 3000 ember csatlakozik a keresztény gyülekezethez. Kijön az elfajult nemzedékből, és Isten népéhez, Isten újszövetségi népéhez csatlakozik. Hallottuk, hogy ez a Szentléleknek a munkája. És ahogy olvasjuk, az nem csak azon a napon történt meg, hanem később is az Úr állandóan növelte a gyülekezetet megtérőkkel, gyakorlatilag mind a mai napig. És látjuk, hallottuk, hogy a gyülekezet ismertető jele éppen a szeretet. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ha a tanítványai szeretik őt, akkor egymást is fogják szeretni. Tehát igazzá válik mindaz, amiről az Úr Jézus beszélt. Ez a Szentlélek munkája. És ez a Szentlélek munkálkodik mind a mai napig. És örülök annak, hogy mi is végig gondolhattuk az elmúlt heteken, hogy hogyan kapcsolódik össze a húsvét a pünkösddel, hogy mi mindenért lehetünk hálásak, és remélem, hogy egy kicsit jobban értsük meg azokat a fontos témákat, amelyek előjöttek ezen vagy ebben az időszakban. Ezzel lezárul ez az áhítat sorozat. Talán más alkalommal fogunk még találkozni. Biztos, hogy más videókat is fogok még közzé tenni ezen a csatornán, más témákban. Ezért azt tudom javasolni, hogy mindenki kövesse továbbra is ezt a csatornát, és akkor meg fogja látni, hogy mi mindent lehet még tanulni az Isten igéje alapján a keresztény életre. Köszönöm, hogy követték ezt a sorozatot. Isten velünk, viszontlátásra!